A Dunaszerdahelyi koncert Tóth Gabi és együttese idei Kárpát-medencei turnéjának utolsó állomása volt. Ennek részeként erdélyi koncertkörúton vettek részt, és egy vajdasági fellépésük is volt. Az a szeretet, összetartozás, élmény, amit kaptunk, az nem lehet szavakba kifejezni, tehát hogy olyan legyőzhetetlen élménnyel itt értünk haza az anyaországba, és azzal, hogy bárcsak minden anyaországban élő egy kicsit észrevenni azt, hogy mekkora érték az, ami bennünk magyarokban ott van közösen, és az a láng az mindig ugyanolyan erősen égjen bennünk, ahogy akár a határon túli honfitársainkban él. Tóth Gabit a Megasztárban vadóc rockerként ismerte meg a közönség, manapság viszont népzenei elemekkel átszőtt zenét hallhatunk tőle. Mint mondja, a magyarságtudat mindig is fontos volt számára, csak erről kevesebb szó esett. Sokáig a néptánc játszott fontos szerepet az életében. A táncot azonban egy műtét miatt abba kellett hagynia, de mindig volt benne hiányérzet. 2016-ban a Csóka Péter gitárosom átjött egy gitáromat áthúrozni, és elkezdett egy somogyi népdalt játszani, amire ráénekeltem, és ott egy nagyon furcsa isteni élmény kapott el, egy ilyen megérkezem érzés, hogy ez hiányzott az életemből, és én akkor 16-ban kezdtem el újra az autentikus elemekkel ékesíteni a rock-pop zenénket. A legnagyobb fordulópont számomra az volt, amikor a kisgyermekemet tartottam a karomba otthon, hazamentünk a kórházból, és egyszerűen fogalmam se volt, hogy mit fogok adni ennek a pici életnek, és egy olyan transzgenerációs élményben volt részem, amikor is minden, amit a női felmenőimtől kaptam, értelmet nyertek, és hálát éreztem, és akkor azt éreztem, hogy ezt tovább kell, hogy adjam majd Hanna Rózának, és azt érzem, hogy a világból kiveszni látszik, nem divatos az, hogy megtartsuk ezeket a gyökereinket, és akkor én nekem ez egy küldetésem mi is vált, ami addig csak nagyon fontos volt.